koronavírus járvány kontrollálása érdekében a Pécsi Klinikai Központ szervezésében a szűrőbusz megérkezett Bátaszékre is. Ide 83 embert vártak a városból és környékéről. A reprezentatív mintavétel érdekében minden korosztályból hívtak a szűrésre. Így teljes képet lehet majd kapni a magyarországi helyzetről. A kiválasztást a Központi Statisztikai Hivatal végezte, mondta a klinikai központ vezetője. Akiket a Központi Statisztikai Hivatal kiválasztott és meghívást kaptak, hogy vegyenek részt a szűrővizsgálaton. A résztvevő személyek jelenléte fontos, nem lehet kicserélni, nem lehet mást elküldeni, mást odaengedni a szűrővizsgálatra. Az ő személyük azért fontos, mert a reprezentativitás szempontjából létfontosságú. Nem csak saját egészségük vonatkozásában kapnak információt magáról a vírus jelenlétéről, vagy a korábbi fertőzettségről, hanem egy statisztikai közösséget 400 főt is magukba hordoznak. Ennek alapján lehet majd megtervezni a további védekezést. A másik szempontból viszont megnyugvást adhat a vizsgálat a kiválasztottnak is, hiszen kiderül róla, ő nem beteg, vagy már túlesett a fertőzésen. Hellinger László örült a meghívásnak. Hát szerintem egy hasznos dolog. Már ekkora veszélyes betegségek vannak, akkor ha ingyenes valami, akkor már meg kell próbálni. Igen, én egyből rávágtam, hogy hogyan jönnék-e. Nekem ugye vannak embereim, dolgozóink vannak, nem mindegy, hogy most egyszerre zuhanyszerűen mindenkit bezárnak, ha valaki ide behozza betegséget. A jobb az, ha az ember tudja, hogy működik. A tapasztalatok azt mutatták, hiába az ingyenes vizsgálat lehetősége, a meghívottak jelentős része, az esetek többségében több mint fele nem vesz részt a vizsgálaton. Valami fajta információt kapjunk adott esetben a település tekintetében, vagy a településhez közel lévő más települések tekintetében, hogy a koronavírus járvány az jelen pillanatban hol tart, vagy hol tarthatott, hiszen a szűrővizsgálatok arra adnak majd lehetőséget, olyan következtetések levonására, hogy jelen pillanatban az érintett az fertőzés alatt van-e, illetve hogy esetleg átesette már a fertőzésen. Ugye a statisztikai hivatal mindenkit kiértesített a hét elején, 19 bátaszéki polgár kapott lehetőséget arra, hogy ezzel a vizsgálattal éljen. Nagyon bízom benne, hogy mind a 19-en eljönnek, és már csak a saját egészségük, meg a saját megnyugtatásuk érdekében átesnek ezen a vizsgálaton. Többen jönnek még a város környéki településekről, közel 80 vizsgálat elvégzésére lesz majd lehetőség. Hát tényleg bízom benne, hogy minél többen élnek majd ezen a lehetőséggel, és akkor képet kapunk, hogy Bátaszék, illetve Bátaszék környékén jelen pillanatban hol tart a vírus helyzet. Különböző közösségi oldalakon, felületeken hát elég riasztó információkat adtak a vizsgálatról, hogy ez mennyire fájdalmas. Mivel három helyről vesznek mintát, orrból, garatból, ugye vesznek mintát, illetve vérből. Ezek nem olyan típusú vizsgálatok, amelyek bármifajta fájdalommal járnának. Én azt gondolom, hogy ezt a kétet el kellene oszlatni mindenki elől. Nos, az internet hatása erősebb volt Bátaszéken is a lehetőségnél és az észszerűségnél. A meghívott 83 emberből 33-an jelentek meg a szűrésen.